8 óvodást és 6 felnőttet kellett kórházba vinni egy tanúszodából vecsésen. Klórgázmérgezés miatt mindannyian émelyektek, köhögtek, hánytak. Az éjszakát is a kórházban kell tölteniük. A katasztrófavédelem és a rendőrség is vizsgálatot indított az ügyben. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoznak, vagyis valaki hibázhatott az uszodában. Óvodásokat hoztak délelőtti foglalkozásra ide a vecsési tanúszodába. Az utcáról egy családi házon kívül semmit sem látni. Ezt az uszodáról készült képet az egyik ingatlan hirdetési cég honlapján találtuk. Ebben a medencében lettek rosszul a gyerekek. A kisgyermekeknél nagyjából ugyanolyan tünetek, tehát ingerköhögés, hány inger, hányás jelentkeztek. Azonnal oxigént adtak nekik a mentők, légzést könnyítő, inhalációt végeztek, és utána mindannyiukat kórházba szállították, mint ahogy egyébként 6 felnőttet is, akinek hasonló panaszaik voltak. Úgy tudjuk, egyikük sincs életveszélyben, pedig a klórgáz nagyon veszélyes vegyület. Súlyos esetben ez nagyon komoly tüdőkárosodáshoz, tüdővizenyőhöz vezethet. A toxikológus szerint halálesetek ritkán fordulnak elő, de nagyon kellemetlenek a tünetek, és akár napokig is eltarthat, mire jobban lesz a beteg. A gyerekek ráadásul sokkal érzékenyebbek, mint a felnőttek, náluk fokozottabbak a tünetek. Az ember belélegzi, és mivel irritáló gáz, ez gyakorlatilag a nedves nyálkártyákon, szájgaratüregben vagy a légutakban sósavat képez, és ennek a következtében alakulnak ki ilyen irritatív, maródásos tünetek. A mentőkkel egy időben a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is riasztották, órákig helyszíneltek az uszodánál. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi mobil laborja indította el, kezdte el a vizsgálatot. Ők azok, akik hivatottak arra, hogy a különböző műszereikkel meg tudják állapítani, hogy mi történhetett abban a helységben, ahonnan a klórgáz szivárgott. Azt tudjuk, hogy egy technológiai folyamat zajlott, illetve több vegyi anyagot tároltak ott abban az épületben. Hogy pontosan mi történt a tanúszodában, csak a vizsgálatok lezárulta után fog kiderülni. De biztosnak látszik, hogy valaki hibázott, mert a rendőrség foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés miatt vizsgálatot indított az ügyben.